konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásának helyszíne volt pénteken a Máté Innovációs Oktatási és Közösségi Központ. A társadalmi esélyteremtési főigazgatóság és a megyen nyolc települése, így Bököny, eperjesken Mételek, Milota, Pirice, Porcsalma, Szatmár, Cseke és Tarpa azért fogott össze, hogy az ezeken a helyeken élő telepszerű lakhatásban érintettekkel egy képzési palettát alakítsanak ki és indítsanak el, azért, hogy bővüljenek munkavállalási lehetőségeik, biztos megélhetéshez jussanak és kitörjenek a szegénységből. Alapvetően mi a munkerőpiaci szempontból közelítjük meg ezeket a kérdésköröket. A fő célunk az az, hogy olyan képzést, olyan tudást szerezzenek az emberek, az ott élő emberek, amelyel el tudnak helyezkedni a munka világában, és azzal, hogy elhelyezkednek, elkezdenek a saját lakhatási helyzetükön javításokat generálni. Bár én most csak a képzéseket emeltem ki, de a nevéből is ered a program, az egy komplex programot jelent, hiszen a képzés mellett oktatás, foglalkoztatást elősegítő intézkedések, lakhatási program és közösségfejlesztési intézkedéseket is tartalmaz. A Komplex Tene köszönhetően 430 hátrányos helyzetű ember szerezhet olyan tudást, amelyel könnyebben elhelyezkedhet a munkaerőpiacon. Népszerűségét mutatja, hogy az idő, tér és eszközbeli korlátok miatt sok jelentkezőt most nem tudtak bevonni a végrehajtásba amelyet egyébként néhány településen már elkezdtek pár hónapja. Az országban 92, a megyében pedig 20 helyen szajlik a várhatóan 2020 végén, vagy 21 első felében befejeződő uniós program. Ebből 41 esetében vállalt szakmai szerepet a társadalmi esélyteremtési főigazgatóság, amely ezzel közel 6000 mély szegénységben élő képzését bonyolítja.